Kifinomult mozdulatok, profi balettosok, maximális kikapcsolódás. Ezt nyújtja a Győri Balett Zsizel című előadása. A Bartók tavasz elnevezésű programsorozat ezúttal nem csak a fővárosban, hanem vidéki helyszíneken is tartogat előadásokat. Hétfőn este egy sajtótájékoztató mutatták be az itt várható produkciókat, melyet a Zsizel nyitott. Megtisztelő számunkra, hogy a Bartók tavasz Győrbe érkezett. Bár a tavasz az megérkezett már Győrbe, és elég szélsőséges az időjárás, de reméljük, hogy ez egy kicsit napsütöttébb lesz, mint a jelenlegi idő. Kicsit jobban megmelengeti a lelkünket, mint a gyenge napsütés, és kevésbé lesz szeles, mint az utóbbi időjárás itt Győr városában. Nagyon fontos dolog ez, hogy a magas szintű kultúra az úgy megjelenik egy vidéki városban, hogy már évtizedek óta jelen van, ugyanakkor meg tudja magát mutatni más vidéki városokban, és mi is láthatunk olyan előadásokat, amik nem csak a saját, már jól ismert művészeinktől szólnak számunkra, hanem más fővárosi és vidéki városok művészét is megismerhetjük. A program ötletgazdája és fő helyszíne a MIPA Budapest. A vezérigazgató K.L. Csaba elmondta, a cél az volt, hogy a kulturális tavaszt elvigyék az egész országba. Sokan megkérdezik, hogy miért lett Bartók, vagy miért Bartókról lett elnevezve a művészeti hetek. És erre nekem mindig nagyon egyszerű válaszom van, hogy eddig miért nem volt Bartókról elnevezve egy ilyen nagy országos fesztivál, hiszen Bartók Béla olyan örökséget, olyan szellemi hagyatékot hagyott ránk, amit állandóan frissíteni kell, kezelni, bemutatni a következő generációknak, átvenni az üzeneteit, és transformálni a korunk művészetére, hiszen itt tudjuk élő formában továbbadni a következő generációknak is. A győri koncerteknek és táncművészeti előadásoknak helyszínt ad például a Győri Nemzeti Színház is. Az igazgató hangsúlyozta, szerette volna szélesre tárni az intézmény kapuját, és ezt sikerül is megvalósítani. Nagyon örülünk, hogy otthont biztosíthatunk a táncelőadásoknak, hogy a Győri Balett újra megmutathatja a Zsizelt a Bartók tavasz jóvoltából. Mert azt gondolom, hogy Győrnek egy olyan csodálatos közönsége van, amely szenvedélyesen szereti a művészetet, a színházat. És nagyon megérdemli azt a mérhetetlenül széles, színes, az egész országot lefedő tánc értelmében, tehát a tánc művészeti értelemben lefedettséget. Másrészt pedig az, hogy világsztárokat kapjon. Mert ez egy szenvedélyesen színházért rajongó közönség, úgyhogy nagy örömünkre szolgál, hogy itt van a Bartók tavasz, és mi pedig otthon biztosíthatunk. A Zsizelt a győri közönség a táncfesztiválon is láthatta tavaly nyáron, hétfőn pedig a színház színpadán léptek fel a művészek. Zsizel, egyszerre van jelen benne a tradíció és innováció, amit ígértünk ugye a pályázatban szintén. Én azt gondolom, hogy épp ideje volt egy kicsit újra gondolni, egy kicsit felforgatni, egy picit fémes, de mégis romantikus. Talán reflektál a jelenünkre, hogy annyira felgyorsult minden, annyira dinamikussá vált minden, de a művészetünk segít, hogy megtaláljuk azokat az értékeket és azokat az érzelmeket, amelyek miatt jó embernek lenni és jó színházba jönni. Úgyhogy tiszta szívből köszönöm, hogy a Zsizel végre hazajöhet. 2 éve nem tudja legyőzni a pandémia, 2 éve dübörög ez a vonat, és azt hiszem, hogy a győri közönség is imádni fogja. A Bartók tavaszon a Győri Baletten kívül a Pécsi és a Szegedi Balett is bemutatkozik, valamint a Győri Filharmonikus Zenekar egy mexikói sztártenor kíséretében lép a színpadra. A program további részleteiről weboldalunkon olvashatnak.